megnézzük azt, hogy mi történt Magyarországon, azért igen, sokszor jön elő ez a Romániában mi a helyzet, de de azért azt tegyük hozzá, hogy azért a magyar egyféltől GDP és a magyar bérek vásárlóértéken azok lehagyták már a görögöket, utolértük a portugálokat, a szovákokat már régen elhagytuk, a balti államok közül is egyébként van, akit már megelőztünk. Tehát azért a, a, nem arról van szó, hogy Magyarország rosszul teljesít, a magyar dinamika akár bére, akár GDP-ben is egyébként erős jó. Uh, Románia is nagyon szépen uh, fejlődik. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztelettel üdvözlöm a nézőket, hallgatókat innen a Scruton VP-ből, a Mandiner Reakció heti adásán. Én Kohán Mátyás vagyok, és Kacsó Dániel Igaz voltám, de rövid hiányzása miatt ezen a héten én vezetem ezt a műsort. És még ennél is kitüntetettebb szeretettel köszöntöm kedves vendégünket, Sebestyen Gézát, közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét, és Szívai Gergely főmunkatárs kollégámat. Ma gazdaságozni fogunk, gazdaságozni, azért fogunk gazdaságozni, mert én úgy érzem, mint, mintha kezdene elterjedni Magyarországon ez a, a, a hangulat, hogy, hogy, hogy miután tavaly volt egy Európa rekorder inflációnk, ez azt is jelenti, hogy mi egész Európából és az emből a v is kizuhanunk gazdaságilag. Minden szörnyű, mindenki rosszul keres, de valamiért mégis minden az nagyon a drága. Van, hogy úristen, izét, be a völgybe, és, és eközben szerintem ha röviden jellemezhetem, és ez a hozzászóláson lehet, hogy meg az is lesz. Ugye egy, egy x éve feljöttünk a völgyből a magasra, és akkor most a, a csúcsok közti kis völgyekbe tudunk lenni és úgy érezzük, mintha visszacsúsztunk volna a, nagyvölgybe. nagy völgybe. ezt így fogalmaztam meg. Szóval Géza hozzád fordulok a, a, Gergő által leírt jelenség kapcsán. Ennek volt itt idén egy nagyon eklatáns uh, momentuma az ugye, hogy vásárlóerőparitáson számolt GDP per kapitában uh, Románia beérte Magyarországot. Most ennek kapcsán volna hozzád az a kérdésem, hogy mi folyik itt Magyarországon? Még Románia is beér minket, lecsúszunk vége mindennek, főleg a v is kizuhanunk, vagy egyébként egy felzárkózás zajlik az egész régióban, benne Romániában is, és ezt néhányan bizonyos években jobban csinálják, bizonyos években rosszabban. A legelső gondolatom ebben a kapcsolatban, hogy hajrá, tehát nyilván fejlődjön akár Románia, bármelyik ország, tehát a, aki, aki sportolt valaha, vagy ha nem sportolt, akkor nézze meg a, a netflix a Last Dance, ugye utolsó tánc, című filmet, ami a Chicago bulls a, a, hat bajnokságáról szól. Ugye Michael Jordan se úgy akart bajnokságot nyerni, nem úgy akart világbajnok lenni. Amerikaiaknál szokás, hogy úgy lesznek ők világbajnokok, hogy igazából nemzeti bajnokok, tehát országon belül legjobbak, de nekik ez, ez világbajnokságot jelent. De nem úgy akart világbajnok lenni, hogy az ellenfél csapatokban mindenkinek eltört a lába, és az a három újonc, aki felvászolok a pályára, az, az, még nem is tudott kosárlabdát pattogtatni, hanem azt szerette volna, hogy mindenki a, a csúcsán, a lehetőségei, teljesítménye, a képességei csúcsán, Játszik, és még úgyis megveri őket. Tehát alapvetően szerintem az, hogy a régióban vannak olyan országok, akik jól fejlődnek, akiknek jó a gazdasági dinamikája, az nem egy rossz hír, nekünk se egy rossz hír. Nyilván, ha nekünk még jobb tud lenni, vagy ha mi tudjuk velük tartani a versenyt, az igazán a fontos. Tehát, tehát ilyen szempontból az, hogy a Románia hogyan fejlődik, az, az, egy nagyon fontos kérdés Romániában. Egyébként magyar emberként azt gondolom, hogy nekünk is ez egy jó hír, hiszen egy nagyon jelentős magyar kisebbség él uh, Erdélyben, tehát ha azt szeretnénk, hogy ők jobban éljenek, az ő életminőségük, az élő élet színvonalok az javuljon, az csak úgy történhetnek, hogy növekszik a román GDP, növekszik a román életszínvonal, növekszik a román uh, béretnek a, a szintje. Tehát ilyen szempontból én örülök annak, hogyha ők uh, uh, gyorsan fejlődnek. És ha megnézzük azt, hogy mi történt Magyarországon, azért igen, sokszor jön elő ez a Romániában mi a helyzet, de, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért a magyar egyféltől GDP és a magyar bérek értéken azok lehagyták már a görögöket, utolértük a portugálokat, a szlovákokat már régen elhagytuk, a balti államok közül is egyébként van, akit már megelőztünk. Tehát azért a, a, nem arról van szó, hogy Magyarország rosszul teljesít, a magyar dinamika akár béreiben, akár GDP-ben is egyébként erős jó. Uh, Románia is nagyon szépen uh, fejlődik, uh, viszont azért, uh, azért tegyük azt hozzá, hogy uh, hogyha mögé nézzük ezeknek a számoknak, akkor azért ez a fajta, hogy mondjam, uh, különbségtétel, hogy ők ennyire jók lennének, azért nem feltétlenül látszik a számokból, sőt, sokkal inkább azért itt furcsaságok vannak. Tehát az egyik, ami Számokból nem látszik. Ugye azt szokták mondani, hogy a számokból látszik? Hát és ez meg ne így. Így van, így van, így van. Pontosan, a pontosan, de azért, ha megnézzük hogy a kontextusában, vagy megnézzük hogy a szélesebb körét a számoknak, akkor azért sok furcsaság derül ki, vagy sok olyan dolog derül ki, ami azért ezt a képet jelentősen árnyékolja, sőt, azért a napnak a vén azt mutatja, hogy, hogy nem is feltétlenül igaz ez az állítás. Tehát az egyik ilyen, ami nagyon fontos szerintem, ugye az, a, az, az Economic Complexity Index, tehát a gazdasági komplexitás, ugye, ami azt nézi, hogy a, az exportja egy országnak mennyire összetett, mennyire komplex, mennyire diversifikált, mennyire uh, sok oldal, milyen magas a hozzáadott értéke. Uh, ebben a mutatóban Magyarország sokkal jobb. Tehát uh, az autóipar az erős nálunk is, náluk is, uh, de azért az autóiparban mi sokkal magasabb hozott értékű gépkocsikat exportálunk, sokkal magasabb az itthoni, a hazai hozott értéke is a termelésnek. Ugye Magyarország az elindult az elektromos autó gyártásban egy, egy régiós vezető pozíció felé, ugye az akkumulátorgyártás is ennek a része, a Románia azért messze nem itt tart, vagy akár a is nézhetjük, hogy sokkal komolyabb a magyar gyógyszerexport, mint a román gyógyszerexport. Tehát azért a, a gazdaság exportját, ha nézzük, akkor sokkal egészségesebb, sokkal jobb, egyébként világszinte is Magyarország az egyik legjobb mutatóval Igen. rendelkezik. Tehát mi olyan 14-ek vagyunk körülbelül, Románia az, az 28-30 körül van. Tehát, tehát sokkal jobb a, a mutatónk. Tehát ez, ez mondjuk hosszú távú gazdasági növekedés szempontjából egy nagyon fontos, nagyon fontos érték. És a, és a másik, ami szerintem fontos, ha valaki mondjuk reggel gondolkozik, hogy milyen ruhát vegyen föl és kinéz a kinti hőmérőre, és azt látja, hogy a hőmérő szerint 70 fok van kint, uh, akkor nyilván mondhatja azt, hogy már melegebb van, mint Afrikában, de ha azt látom, hogy kint mindenki uh, ugye kabátban sétál a hóban, és közben vacog, akkor lehet, hogy a hőmérőnk rossz. Tehát ugye visszatérve erre, tehát ugye, hogyha megnézzük azt, hogy ez, ez mennyire igaz az, hogy a magyar uh, mutató akár jövedelemben, akár, uh, akár a gdp rosszabb lenne, mint a román, vagy utólértek volna minket Románia, akkor azért, azért azt vegyük hozzá, hogy, ha egy vállalkozót megkérdezünk, aki mind a két országban gondolkozik, hogy hol termeljen, hova helyezze a tevékenységét, akkor ők egyértelműen Romániába helyezik, mert ott sokkal olcsóbb a munkaerő költsége. Tehát sokkal olcsóbban tudnak, nekem sok vállalkozó ismerősöm van, aki egyébként pontosan ezért helyezte Erdélybe a vállalkozását, és azért azt tegyük hozzá, hogy Románián belül Erdély az a legfejlettebb régió. Tehát ahogy nálunk is, ha kelet felől nyugatra uh, haladunk, akkor azért azt látjuk, hogy azért a GDP, a jövedelmek, tehát a mutatók általában növekednek, javulnak. Uh, ugye az a helyzet Romániában is, ott igazából nyugat vagy északnyugat egész pontosan felé haladva uh, javulnak ezek az értékek. Nyilván a főváros, tehát Bukarest az, az jó mutatókkal rendelkezik, de egyébként, hogyha nagyobb közigazgatási egységeket nézzük, akkor Erdélynek nagyon jó uh, mutatói vannak, de még így is az Erdély bérek azok alacsonyabbak, mint a budapesti, vagy akár ugye a határ más lévő tehát a románia az közelül megyéknek a, a, a bérei. Tehát azért az, ez a, hogy a román bérek értek volna minket, ez nem igaz. Hogyha megnézzük, és azt, a csak mennyi Csak egy pillanat, hogy, hogy ebben ebbe van egy, nem szoktam beszélni róla, egy politikai tényező is, hogy nekünk miért jó, ha a vállalkozók oda mennek Erdélybe, erősítjük a magyarokat. De másik, hogy nem lehet, hogy az egészben van egy olyan tényező is, amit a földrasztanárom mondott még nagyon-nagyon régen a suliba, hogy persze hogy jobban növekedünk mi Magyarország akkor, mondjuk 90-es évek vége, 2000 es évek eleje, mert a nyugatiak sokkal fejlettebbek, és már nincs annyira hova fejlődniük, és, most Románia is ebben a helyzetben van, akár velük szemben is, hogy mélyebbről jössz, akkor nagyobbat tudsz nőni gyorsan, ha jól csinálod, és közben aki meg már el, előrébb tart, ha ez előrébb tartás, ő meg lassú, vagy nem tudom. Ez, ez nagyon igaz. Tehát gondoljunk abba bele, hogy nagyon sokszor azért a, a külföldi beruházások úgy történnek, hogy mondjuk egy német gyár azt a technológiát, ami már Németországban nem kell, mert van egy, egy újabb technológiai gépsoruk, stb., azt elviszi, és valahol még termel vele, elviszi egy másik országba. Most, hogy ugyanazt a gépsort elviszik egy fejlettebb országba, ahol eddig, eddig Kapáltak az emberek krumplit, akkor nyilván ott egy nagy ugrás lesz a termelékenységben, nagy ugrás lesz a GDP-be, nagy ugrás lesz a bérekbe. De attól még, ha... hogy ők nagyot fejlődtek a számok alapján, attól még nem biztos, hogy mindannyian oda költöznénk. Így van, pontosan. És ugye pontosan erről van szó. Tehát egyébként, és, és ugye csak befejezem az előző gondolatot, hogy hogyha meg egy fejlettebb országba viszik ugyanazt a gépsort, hogy akkor ott kisebb lesz a növekedés, kisebb lesz az ugrás, mert ugyanaz a technológia az nem okoz akkora növekedést a, a bérekben, a GDP-ben. És valahogy, ha megnézzük egyébként azt, hogy mennyi az egyfőre eső GDP Romániában és Magyarországon, vagy akár a béreket is megnézhetjük, egy 20%-os különbség van Magyarországnak az előnyére. Tehát a magyar bérek azok jobbak, a magyar GDP az jobb, mint a, mint a román bérek, hogyha csak úgy ugye nem korrigálunk a, a De korrigáljunk a vásárlóerőparitással, mert valóban ez helyes egyébként, és ez jó, hogy általában mutatókat azt úgy nézzük, hogy nem csak azt nézzük, hogy mennyi pénzt keres valaki egy országban, hanem. Hiszen a Szlovákia röpül egyébként. Így van, pontosan. <laughs> hanem az is nagyon fontos, hogy abból a pénzből amit mit, ér megben, a pénz? Így van, mit ér ez a pénz. És egyébként azért, hogyha ezt a felét nézzük a történetnek, ez is egy sokkal árnyaltabb képet ad, mint amit, amit általában a a médiában olvashatunk, hiszen ugye egyszer olvashatjuk azt a médiában azt, hogy utolértek minket, lehagytak minket ugye a reálértéken számolt vásárlóparitáson számolt GDP-ben, meg azt is hallhatjuk, hogy most már a Romániában a nagyobb a fogyasztás, tehát ugye többet költenek nagyobb a fogyasztásnak az értéke, mint, mint Magyarországon. De azért tegyünk itt is ezt a Egy a Egyfőre lebontva? Egyfőre Egy lebontva, lebontva, pontosan. Mi? De azért tegyük ezt tisztában. Mert ezek az kétszer annyian vannak, mint még. Igen, az igaz, de egyfőre bontva pontosan egy Egyfőre bontva a van, És ha tegyük ezt a kérdés tisztában, ez egyiket nagyon-nagyon fontos szerintem, mert ugye nem úgy vetik össze a magyar fogyasztást a román fogyasztással, hogy megnézik, hogy Magyarországon két kifli teszünk, ott meg hármat esznek fejenként, mert lehet, hogy kifliből egyiket többet esznek, de mi meg libomájból leszünk többet, akkor most azt hogyan vetjük össze, hanem megnézik ennek az értékét euróban, dollárban, forintban, mm hmm. Lejben, és akkor azt vetik össze, hogy mennyit költ egy román, mennyit költ egy magyar. És valóban a románok többet költenek, de miért költenek többet? Ugye azért költenek többet, mert a gáz, az áram a legfrissebb számok alapján háromszor annyiba kerül, Romániában, mint nálunk. Kénytelenek többet költel, így, így van. És itt bármit megnézünk, akkor a legtöbb dolog, a legtöbb dolog, amit az emberek, azok drágább, drágábbak Romániában. És ez a mióta Országon. van így? Ez most a háború elje, vagy Covid, vagy mindig így volt? Nyilván a gáz és a villany ott, ott most volt nagy ugrás, tehát ugye még hmm. nálunk azért, ugye nálunk is változott a de azért úgy változott, hogy az átlagfogyasztásig ugyanazt az árat fizetjük, mint gyakorlatilag tíz évvel ezelőtt forintban, miközben azért a forint azért gyengült, tehát hogyha Euróba számolnak azt, hogy mennyi fizet a gázért, az áramért, akkor egyre olcsóbb Magyarországon a gáz is, meg az áram is. nyilván náluk volt egy nagy ugrás most, hiszen náluk, náluk nem védték annyira a lakossági fogyasztókat a nemzetközi árak növekedésétől, európai árak növekedésétől, mint Magyarországon. És más területeken is ezt látjuk egyébként, hogy, hogy magas árak vannak. És ha ezt a kettőt összerökök egyébként, hogy ők náluk drágábbak, átlagosan drágábbak azok a termékek, amiket vesznek, miközben kevesebbet keresnek, ha átszámoljuk ez forintra, vagy mm. euróra, vagy dollárra, vagy bármilyen más egységre, akkor ezért nem jön ez ki. Tehát nem jön ki a matek. Tehát nem jön ki az, hogy miért lenne akkor vásárlóparitás, hogy jobb a, a román bér, vagy a, vagy a, román GDP. Tehát azért ilyen, ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy azért ez, a, ez a, az állítás, hogy ők, hogy ők, jobbak lennének, az azért elég komolyan megkérdőrezhető. ez, ez sem, És, te menjen át valaki Erdélybe. Tehát én, te mindenkinek ajánlom, mert nagyszerű emberek laknak ott, gyönyörű a táj de azért, hogyha az ember ott kocsikázik, és megnézi az autókat, megnézi a házakat, azt nem azt látja, hogy ott sokkal szebbek a házak, sokkal nagyobbak az autók, jobban tele vannak az éttermek. Tehát, tehát azért ez a, ez a narratíva, hogy ők, hogy ők, bármilyen szempontból minket akár utolértek volna, és mondom, Erdély ez a leggazdagabb része Romániának, ez nem igaz. És még egy fél mondat, hogy hozzám, ez fontos, hogyha erről a témáról beszélünk, az, az pedig azért az, hogy hogyha megnézzük, hogy mi az egyik fő mozgatója ennek a GDP növekedésnek. Akkor, akkor a GDP-nek egyik fontos drivere az, az, mindig az, hogy az állam mennyit költ. Az állam mennyit ruház be, mennyit költ fizetésekre, hiszen az a pénz, az majd el lesz költve, vagy akár az állam maga elkölt, és ez a GDP-nek a része lesz. Az elmúlt tíz évben a román államadóság, az kb. 10% pontot növekedett. Tehát ja, a 35 45-re növekedett 10% pontot. A magyar csökkent 10% pontot, még mindig magasabb, mint a román egyébként, mert ilyen történelmi okai vannak, de amilyen kb. 10% pontot ö, csökkent. Tehát ha két, két országot összevetjük, akkor Magyarország gyakorlatilag Romániahoz képest 20% ponttal jobban alakította az államadosságát 10 év alatt. Az évente 200% pontot faragtunk hozzájuk képest a, az álmadosságból. Úgy... Viszont nekik akkor nagyobb a mozgásterű. Hát ennyi. Tehát, hogyha, hogyha az ember minden évben plusz kétszázaléknyi, gdp kétszázalékát fölveszi a <coughs> ideben, és azt elkölti. Az annyi növekedés? Persze, az növeli a gazdaságot. Na, de ez egy milyen növekedés? Ez egy nem fenntartható növekedés, hiszen ez arról szól, hogy folyamatosan adósodnak -e? Ez nem lehet a végtelenség csinálni. Ennek mindig van egy korlátja. Igen. Van egy határ, meddig, ameddig növekedhetnek így. Meg a, meg a vagy eladósodsz az államadóság tekintetében. Úgy, úgy, csökken a gazdasági szuverenitásod. Így van. Nyilván egy darabig nem, az alján nem, de van egy pont, amit kezdve nagyon. Pontosan. Tehát Tehát a, te jön, a... jönnek az emberek és vagy a befektetők, vagy a hitelezők, és mondják, bocs, zé, ezt nem teheted, azt nem teheted. Így vagy van. Én így képzelem. De. Ez, ez tökéletesen így van. Hát nyilván egy hitelező a saját érdekét fogja nézni. Tehát az a fontos, azt a pénzt, amit odaadott egy országnak, azt visszakapja, és ha úgy érzi, hogy, hogy nem garantált ez, akkor, akkor fel fog szólalni, azt fogja mondani, hogy bocs, ide változtatni kell, és hogyan, hogyan kell változtatni, nyilván milyen javaslatai lesznek. Ugye ez nyilván az IMF idejében, aki emlékszik, az IMF tárgyalásokra megtapasztalhattuk, neki az, az érdeke, hogy az árnak legyen elég bevétele ahhoz, hogy vissza tudja fizetni a felvett hiteleket. Ez nyilván mit jelent? Adóemelést jelent, uh, ugye a támogatások, a, akár támogatás, de bármilyen támogatásokat a csökkentését jelenti. Tehát alapvetően valóban az, hogyha egy ország eladósodik, az hosszú távon nem egy jó hír, hiszen az azt jelenti, hogy egyszer majd ennek meg lesz a bőtje, meg lesz az ára, azt a hitelt, amit most fölvesznek, és a, amivel most a gazdaságot döbdösik gyakorlatilag uh, előre, azt a hitelt egyszer vissza kell nekik is fizetni. Említettetek, Gézza, az egyfölétő fogyasztási mutatót, ugye ez azért egy fontos mutató, mert tavaly ez volt egy hatalmas nagy hiszti, ugye még mielőtt a GDP PPP beérés megtörtént volna idén, vagy az idei adatok alapján, amik a tavalyi évre vonatkoznak, akkor tavaly már megtörtént az, hogy Magyarországon bulgári után a második leg leg legkisebb volt a fogyasztási érték egy főre számolva. Itt még egy aspektus ide hat hozzak be, amikor fogyasztásról beszélünk, akkor az nem azt jelenti, hogy ebben nem számoljuk bele azt a pénzt, amit megtakarítottunk mondjuk lakás Például Magyarország, mint az, Európai Unió egyik leglakásmániásabb, saját, lakásmániásabb, országában. Itt, itt nem az történik, hogy egyébként ez a mutató nem számol azokkal az adott esetben jelentős különbségekkel, amelyek a fogyasztás versus megtakarítás rátában fönnállnak az egyes országok között. Ez a britteknek az is jobbak a mutatóik, most nyilván nem elsősorban miatt, de hogy ők hogy ők bérelik a lakásokat tömegesen. Az sem, akkor a fogyasztásban számít, ha jól tudom, is. Így van, Aha. így van. Tehát alapvetően azért ebben ezer igazatok van. Tehát alapvetően azért az, hogyha ezt mikroszinten nézzük, a család szintjén nézzük, az nem feltétlenül jó hogyha nagyon sokat költünk fogyasztásra. Ugye főleg úgy nem jó hír egyébként, hogy azért ez a magyar fogyasztás egyébként Romániával kapcsolatban is, ugye, mint ahogy ezt, ezt, elmondtam, ugye ennek az oka az az, hogy drágább ugyanannak a szolgáltatásnak, ugyanannak a terméknek mm. az ára átlagosan, mint, mint, nálunk. Tehát ezért több a fogyasztás, mert többet kell fizetni, az nem egy jó hír. És azért a legtöbb nyugat-európai országban ezért több a fogyasztás szintén. Tehát ugye ott még egyértelműbb a helyzet, menjen át valaki Németország, Ausztria, bárhova egyébként nyugaton, látni fogja azt, hogy többet fog fizetni majdnem mindenért, különösen a szolgáltatásokért egyébként. Ugye nem véletlen az, hogy, hogy volt ez a turizmus, hogy jöttek ide a fogorvosokhoz Nyugat-Európából, vagy akár nyaralni és a hotelekben megszállni, mert minden sokkal olcsóbb nálunk minden Egyébként, ha, ha, még egy romániai kapcsolatban meg, megengedtek még egy megjegyzést, csak mint gyakran erdébe ember, nagyon nagyok a különbségek a, a városok a vidék között. Tehát Kolo Kolozsvár az az már budapesti árszínvonalon van jelen pillanatban, mivel rengeteg informatikus él ott, meg olyan cégek vannak, amik az informatikusokat alkalmazzák, és de tényleg ezt mondja a városi szóbeszéd Kolozsáron, hogy a, az informatikai szektor tolta fel az ingatlanárakat annyira mennyire, meg hát Erdély kellős közepe. Tehát, hogy itt miért, informatikus miért... ellenes hangulat alakul ki. Miért közepe társadal? van? N nem tudom, mert ott, ott vannak és ott élnek, és Kolozsváron meg Marosásáron hatalmas boom volt az előtt 15 évben, gazdaságilag is, meg mondjuk egy város szépészetileg, mert szerintem is fontos az, hogy hogy néz ki egy hely, hova megyünk, akármelyik a gazdasági mutatói. Tehát Kolozsvár gyönyörű, az utak azok, az, az kétesélyes, hogy ahol mész és átmész a főúton, ott minden háznak szürke a fala, mert 50 éve nem pucolták le, vagy nem tudom, hogy, hogy ez mitől van. harmadrészt ugye kevés az autópálya, és nagyon nehezen épülnek meg, meg időnként fura, a szaka, szakaszolás, mondjuk így. negyedrészt valóban különbség van Erdély, és a többi között Erdély tele van csodálatos történelmi emlékekkel, ilyen, ilyen Segesvár, meg ilyesmik, ami ugye ilyen rajzfilmbe illő középkori városka, vagy reneszánsz városka, viszont ha kimegy az ember a, az óregátba, akkor Bákóban voltam februárban, akkor látni fogja azt, hogy a Ceausescu rezsim az mit művelt ezzel az országgal, tekintve, hogy belvárosok sem léteznek, vagy mondjuk három ház az egész, és kérdeztem a tejeket, hogy, hogy elolvastam az útikönyvet az óregátról, és hogy, hogy hova javasolják, hogy, hogy ha egyszer jövök még Erdélyen kívül, akkor melyik város érdemes elvenni, és így néztek, hogy hát igazából... Vissza Erdélybe. <laughs> Igen, körülbelül. Tehát, hogy a, amíg ott nem tudom, és akkor ki vannak téve Bákóban valamelyik ilyen rekreációs szigeten a, a, a folyón egy ilyen régi városképekkel, a régi monarchia beli kasztista városkép. Ez kisváros volt akkor is, de, de az egész város egy hatalmas lakótelep. Na most akármilyen jókai mutatói egy, egy országnak egy, egy hatalmas lakótelepbe nem biztos, hogy szívesen bekötöznek azok, akik nem ott nőttek fel, és szerintem Románia egyik, egyik, célja lehetne az, hogy, hogy most lehet arra, hogy, úgy, hogy visszépíteni jó-e vagy nem, de, de, ezekre a helyekre a visszépítés abszolút igazolt lenne, ha egyszer lenne miből. Na mindegy, tehát hogy a, és akkor ugye még nem beszéltünk arról, amit valamelyik miniszter mondott az amerikaiaknak, hogy, hogy nem tudják, hogy mi a románok nemzeti hobbia. Tehát amikor eltűnt egy íromatlan mennyiségű... volt, igen, egy, egy hírmatlan hírmatlan mennyiségű, üzemanyag. üzemanyag. eltűnt a valamelyik katonai támaszpontról. Meg, meg hogy milyen az adminisztráció a városokban, tehát hogy, hogy egy polgármester hoz egy döntést, és meg kell futatni Bukarestben, és ennek milyen anyagi vonzatai vannak, stb. 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 Szóval nagyon központosított, sokkal központosítottabb, mint, mint mi. Francia modell. És ezek megnehezítik szerintem egy vállalkozónak is a, a, a dolgát, úgyhogy a, a, sokkal nehezebb ott létezni vállalkozóként, mint itt. Na, monológ vége. Így, ez így van, és egyébként tényleg Kolozsvár <laughs> szerintem szép. Tehát nekem tetszik is. Ott az ember sétál az utcákon, szép éttermek is vannak, az éttermekben is viszonylag sokan vannak. Tehát ott tényleg azt látja az ember, hogy az szinte, azt mondom, Nyugat-Európában is lehetne akár, Uh, és, és, az ember, uh, ember elhinné, hogy ez, uh, hogy ez, akár nyugaton valahol egy, uh, egy, uh, egy kise város. És ugye a nyugat-kelet vonal, a, a nyugati kereszténység, a, a kereszténység az, az, pont a Kárpátok. Csak Pontosan, így van. Hagyományosan. Uh, viszont azért, azért szerintem életszínvonal, életminőség szempontjából Korozsvár még Bukarestnél is jobb. Tehát én a mondjuk, Tehát, teh 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 ilyen szempontból azért az nem egy reprezentatív város, és valahogy te is elmondtad, tehát próbáljon csak az ember ugye vagy bárhova eljutni Erdélyben, kicsit messzebbre, és akkor látja majd azt, hogy ideig megy az autópályán, aztán mondtam, megy ilyen icipici kis utakon össze-vissza a hajtűkanyarokban, úgyhogy közben egyébként a helyi lakosok azok ott a 50 stábla van, 200-an mennek el mellette, és, és van. É, az mi, után... És a hegyi a mennek, ami minden teljesen normális ez Így a van. viselkedés. Még a Romániával kapcsolatban egyetlen egy témát járjunk körbe, aztán utána nyissuk a fókuszt egy kicsit. Volt a Partizánnak, meglepő dolgot fogok mondani, egy, egy kifejezetten tényszerű és kifejezetten tárgyilagos nagy uh, Románia adása felédülpontod vezetésével. Ott Koneban a román közgazdász mondott olyan borzasztó izgalmas dolgokat, amiket évesen átbeszélnék veled. Ugye te is említetted a, a Géza a gazdasági komplexitás indexet, indexet, tehát hogy mennyire komplex, mennyire magas hozzáadott értékű egy ország exportja, hogy Magyarország rendkívül jól áll és messze jobban, mint Románia. És Kornában annak az volt az állítása, hogy a magyar bérek azok messze alacsonyabbak, mint amit a gazdasági komplexitás index, az export komplexitása a hozzáadott érték alapján, mint amilyenek lehetnének. Tehát, hogy a, a, magyar bérek? A magyar bérek, igen. Hmm. Hát, hogy ha megnézzük egyébként például a román minimálbért, ami szintén egy ilyen hiszti volt tavaly, mert éppen az euró úgy állt nálunk, hogy, 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 egy pár pillanatra megelőzte a román minimálbért a magyart, Uh, akkor, akkor azt is látjuk, hogy Románia talán még egy Magyarországnál, amely egy agresszív politikát csinál, is még agresszívabb minimálbérpolitikát csinál. Megemellett, uh, amit említettél, hogy sokat költ az állam, ez ugye azt is jelenti, hogy irányadóként kvázi a közszolgálati azok hajtják a, a magánszférának a béreit is. De mennyire érte egyet azzal az állítással, hogy Magyarországon lehetnének a jelenlegi gazdasági uh, komplexitás alapján sokkal magasabb fizetések, mint amilyenek vannak, és, uh, és ha lehetnének, akkor miért nincsenek? Ez, ez egy remek kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően azért én az állítást magát is challenge-elném, tehát azért nem teljesen értek avval egyet, hogy, hogy ez a különbség meg lenne, vagy ennyire éles lenne, mint ahogy, mint ahogy ott fogalmaztak. Tehát alapvetően, hogyha megnézzük a, a magyar béreket, hogy többféleképpen lehet nézni a béreket. Ugye nagyon sokszor, amikor béreket összevetik, akkor bruttó béreket szoktak összevetni, mert az egyszerűbb. De azért napnak a végén minket nem az érdeke mennyi a bruttó az érdeke mennyi, top. amit, így van, amit megkapunk, ami a, amit átadnak nekünk, és azért Magyarországon ugye van ez az adó ék mutató, tehát megmutatja azt, hogy mennyit von el az állam összesen a bruttófizetésünkből. Ez nagyon-nagyon sokat csökkent ugye a 2010 előtti időszakhoz képest. 2010 nagyon magas volt az adóék Magyarországon, tehát nagy részét az állam lenyúlt, elvette a, a, fizetésügynek. fizetésünknek, most ez nagyon-nagyon sokat csökkent, átlagosan is, és akkor nem beszél arról, hogy valaki fiatal, vagy, vagy négy gyermekes édesanyja, tehát vannak azért olyan csoportok, ahol még ennél is... Valami 5-6 ilyen 50 alatt volt kicsivel, 47-49, most szóval meg ilyen 43 45, Még az alatt, az is, alatt az is alatt igen, igen, pontosan. Tehát, hogy nagyon jelentősen lecsökkent, és gyakorlatilag ugye a nettó béreket lenne érdemes összevetni, és egész pontosan a nettó béretnek a, a Ugye Magyarországon szerintem az egy jó, alapvetően egy jó stratégia, hogy, hogy a magyar gazdaságpolitika 2010 óta alacsonyan tartja, ugye, ahogy beszéltünk róla, a bére terhelődő költségeket, tehát ugye próbálja ezt leszorítani, hogy ezáltal a, a költséget költségét alacsonyan tartsa. Nem a béreket, ez nagyon fontos, tehát nem a nettó béreket próbálják alacsonyan tartani, nem azt, amit megkapunk, hanem a teljes költséget, amit a vállalatnak ki kell fizetni, ezáltal vonzó téve az országot. És emellett ugye vált vállalati nyereségadó kulcsok is Magyarországon extrém alacsonyak. Tehát egy vonzó környezetet teremt, ezt látjuk is egyébként a külföldi működőtőke beruházásokban, hogy nagyon sok beruházás jön Magyarországra folyamatosan. Tehát egy rekordokat döntögetünk, hogy mennyi a működőtőke beruházás, ami egyébként azért nagyon fontos. Mert uh, nyilván lehet beszélni arról, hogy eddig hogyan növekedett Magyarország, bérekben, GDP-ben, ami mondom, nagyon, nagyon szép volt, tehát szép mutatóink vannak. Románia lentebbről indulva tényleg tudott átlagosan jobb mutatókat uh, produkálni, messze nem értek minket utól egyébként a, a fontos mutatókat, a tényleges életminőséget nézzük. És egyébként még egy mutató ez, ami nagyon fontos szerintem, nézzük meg azt, hogy hány százalék az, aki szegénységben él. Tehát Romániában minden negyedik ember, a szegénységben él. Nálunk ez tízből egy, ami szintén egy, lehet ezen javítani, még meg kell is még rajta javítani, nem egy jó mutató. De a felére csökkent az Eurostat szerint 2010 óta. Pontosan, felére csökkent, folyamatosan javuló tendenciát mutat, egyébként náluk is csökkent, tehát náluk 40% körül volt 2010-ben, de azért tehát ez megint csak nem azt mutatja, hogy bármilyen utól értek volna minket. Tehát azért az, az hogy náluk két és félszer annyi a szegénységbe száma, mint nálunk, azért az egyértelmű mutatja az azt, aránya. Így És van, a száma igen. még sokkal nagyobb. A száma sokkal az... igazad van, pontosan hát így, akkor van, így van. Az még kétszer annyi. Így van. Tehát, tehát azért, azért ezek mind azt mutatják, hogy, hogy azért messze, messze nem értek minket utól. Tehát alapvetően az a magyar gazdaságpolitika, hogy tartsuk alacsonyan a válti költségeket, a társasági nyerességadót, a bére költségeket, ezért ide vonzuk a működő beruházást, ami azért nagyon fontos, mert mondom, beszéltük a múltbeli növekedésről, de a jövőbeli növekedés az a mostani beruházásokból fog majd fakadni. Tehát a most sok beruházás van, és Magyarországon sok van, Romániát is bőven megelőzzük egyébként ezzel mutatóban. Ha Magyarországon több a beruházás, akkor a hosszú növekedési potenciálunk a sokkal jobb, tehát a jövő az sokkal fényesebb, vagy sokkal. Ez egy kérdésem, viszontobb. hogy, hogy ez adóékhez visszatérve. Hogy egyrészt igaz lehet -e az, hogy, hogy mivel ez egy hagyományosan deficites ország, mondjuk ki 90 óta biztosan, ezért, ezért, eloszt, ezért nem feltétlenül a újraelosztás növelésével lehet növelni a gazdaságot, hanem azzal visszaadjuk az embereknek a pénzt. A másik, hogy ez az adóék, ez a 43 vagy az alatti adóék, ez hol helyezkedik el Jó tudom, mondjuk a skandinávoknál van olyan ország, ahol 50 fölött van, az USA az talán 30 körül, de hogy el tud helyezni, hogy ez, ez ez, ez, most már egyébként Európán belül is egy jó mutatónak számít. Tehát, tehát nagyon rossznak számított 2015, tehát nagyon, uh -huh. nagyon rosszak voltunk, kettő, volt, hogy a legrosszabb volt gyakorlatilag. Úgyhogy azért általában nagyon magas, valóban a Skandináv országoknál látunk olyanokat, hogy nyilván ez csak egy része az adóéknél, de egy fontos része, hogy a legmagasabb személyévedelem adókulcs az hol van. Ugye a Skandináv országban látunk olyat, hogy 50 fölött van akár a legmagasabb adókulcs, személyévedelem adókulcs, tehát a, csak a személy Jövedelemadó része az a bérnek, a bruttó bérnek a legalábbis a bizonyos így, határ, és akkor hogy... Meg a többi adót nem fizetett ki. Pontosan így van. Tehát ezek nagyon-nagyon magas értékek, de ugye nyilván ott ezekben az országokban egy nagyon magas bruttóbér is társul ehhez. Tehát ugye egy nagyon magas bérből kifizetni magasabb adót, az nem annyira nehéz. De nálunk viszont úgy volt magas, nagyon magas, extrém magas ez az adóik mutató, hogy azért 2015 nem voltak semmilyen szempontból jók a magyar bérek. Tehát, azért azóta nagyon sokat növekedtek, és csökkent az adóik is. Tehát ugye egyszerre növekedett a bruttóbér, és csökkent a, bérnek a, uh -huh. a terhe. Tehát ez mind a kettő külön-külön is jó, kedvező folyamat. És, és mondom, ami nagyon különleges Magyarországon az az, hogy, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, ahol mégis, még ennél is jobbak a mutatók. Mondom, fiatalok, az édesanyák, akár fiatal édesanyák, ugye megint csak egy újabb csoport, ahol, ahol nem kell személyjövedelmet fizetni. Tehát, tehát vannak olyan csoportok, ahol ez, ez, ez még inkább így van. És egyébként, ami nagyon fontos szerintem ilyen szempontból, amiről ritkán szoktunk beszélni, és, és sokszor úgy, éri támadás ezt a területet, hogy nem is igazán értik azt a logikát, mi van mögötte, hogy ez egy kulcsos személyi jövedelmadó. Uh -huh. Mert ugye ez miről szól? Ugye ez arról szól, ugye mindig azt szokták mondani, hogy miért nem adóznak többet a gazdagok. De többet adoznak adóznak szám szerint. Egyrészt szám szerint többet adóznak, pontosan. Másrészt azért nemzetközi pénzek azok azt mutatják, hogy aki nagyon jól keres, az úgyis megfogja találni a kaput. Tehát őt hiába akarja megadóztatni egy állam, nem fogja tudni megadóztatni olyan mértékben. Ha viszont nem olyan túl magas az adókulcs, akkor be fogja fizetni az adóját. Tehát igazából egyébként nagyon sokszor a kevesebb, az több. Ugye a Laffernek volt, ugye a híres közgazdaságnak volt a Laffer görbje, ha elkezdjük növelni az adókulcs, idő után elkezd csökkenni az adóbevétel, mert az emberek adót csalnak, vagy nem fognak dolgozni. Tehát nem feltétlenül... Húsa csinált jó volt, is hogy... ilyen, egyszer egy ilyen pucolást, hogy, hogy megalapodtak, és akkor így strukturálták az adórendszert, és többet a bevétel. Pontosan, erről van szó. Pedig aztán nem magasak az adók. Tehát alapvetően ugye a magyar egykulcsos adót, tehát az, hogy csökkentettük a, a, a csökkent adókulcs mindenhol, de egyébként ugye a, a magasabb a jövedelmeknél meg még többet csökkent, ez gyakorlatilag két fontos hatásra járt. Kisebb az adó elkerülés, több adót fizet meg be a jobb jövedelműek is, nem csalnak ebben, és gyakorlatilag az államnak több a bevétele, többet tud szociális ráfordításokra is egyébként és jobban alszanak. Jobban is alszak az emberek, ez egy utolsó szempont. És a másik egyébként, ami még ennél is fontosabb szerintem, és erről aztán végét nem szoktunk beszélni, az az, hogy azért, hogy mondjam, tehát nagyon nehéz azért, sokat beszélünk arról, hogy mit én, Luxemburgban mennyit keresnek az emberek, és ahhoz képest a magyar bérek azok, hogy néznek ki. Nyilván jó lenne az, hogyha Magyarországon is luxemburgi bérek lennének, de hogyha ezt mondjuk egy szürke kedden bevezetnénk Magyarországon, hogy minden bére annyi, mint Luxemburgban, az összes vállalkozás, nem csak a külföldiek, a magyarok is tönkre menne, vagy kimenne az országból. Tehát ezt nem lehet egyik pillanatra, a másikra megvalósítani, ez szépen lassan, fokozatosan lehet, folyamatosan tolni tóni Ezeket Ez történik egyébként az elmúlt 13 évben, tehát ez egy, ez egy jó stratégia, ezt a stratégiát kell gyakorlatilag követni. Viszont azért mégiscsak, hogyha azt nézzük, hogy mitől tud vonzó lenni Magyarország azoknak az embereknek a számára, akik a legmagasabb tudással, a legmagasabb hozzáadott értékkel rendelkeznek. És ez nem csak azért fontos, mert őket ide csábítjuk, és akkor ez milyen jó az ez az átlagembernek is jó. Mert ha ide tudunk hozni valakit, egy informatikus például, és Magyarországon is erős az informatikai szektor, ha egy informatikus idejön Magyarországra, mert az ő jó keresetére nem kell ilyen magas adót fizetnie, mint máshol, és ezért Magyarország neki egy, vonzó célpont lesz életvitel szempontjából, akkor ő a jövedelmét itt fogja leadózni, Abból a bevételből pedig itt tudjuk támogatni azokat a rétegeket, akik erre rászorulnak. És ez nagyon szépen látszik egyébként, hogy a Magyarország bevezette az egykulcsos adót, pont a legmagasabb hozzáadott érték, a legjobb bérekkel, legmagasabb tudással rendelkező uh, magyaroknál, még akár külföldieknél is egyébként Magyarország egy sokkal vonzóbb célpont lett, és az, hogy tudtuk növelni egyébként a GDP-nket, uh, tudtuk növelni uh, ezáltal az adóbevételeinket is, ez részben ebből következett. Tehát alapvetően az egykulcsos adó. Uh, Ugye mindig azért van egy olyan narratíva, hogy ez, ez az a alacsony keresetőkkel szemben igazságtalan, mert ugyanannyi az adókulcsuk, mint a magas Ez az összes többi tényezőtől függ, hogy így van-e vagy nem. És pontosan Jön, az, nem. az a lényeg egyébként, hogy igazából a napnak a végén leginkább azoknak jó, akik, akik rosszul keresnek, mert őket tudjuk jobban támogatni azáltal, hogy több az adóbevétele az országnak. Tehát, tehát ez, ez, ez pont, hogy szociális szempontból is Meg egy jó, me, 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 talán az az utolsó szempont, hogy hogy mondjuk a közvetlen környezetünkben milyen adók vannak, hiszen a, a kormány úgy lőtte be ezt az adót, hogy, hogy versenyezni tudjunk mondjuk a szlovákiai beruházási környezettel, ezt a kifejezést szokták használni meg a román oké, azon, amit de a szlovák az abszolút pariba volt velünk. Tökéletesen most, tehát... megcsináltad a munkámat, mert most azt, 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 azt szeretném a következő néhány percben áttárgyalni veletek, miután Romániát és a bérek kérdését azt, azt, azt hiszem, hogy elég behatóan kiveséztük, hogy szerinted Géza, szerintetek Géza és Gergő, kint tudjuk, vagy mint tudjuk mi lemérni, hogy jól futunk-e, vagy rosszul futunk -e. Nekem van egy problémám alapvetően azzal, amikor mi magunkat Lengyelország közül Romániahoz hasonlítjuk, ugye van ez a Trianon nevezetű jelentéktelen apróság, ami Magyarország termelési tényezőit és gazdasági fundamentumait száz évvel ezelőtt jelentéktelen mértékben átformálta. Én egy kicsit úgy érzem, hogy amikor mi nálunk négyszer nagyobb piacú tengerparttal rendelkező és mondjuk szénhatalmakkal vagy só vagy aranyhatalmakkal hasonlítjuk össze magunkat, akkor nem biztos, hogy mi járunk a legjobb úton. Nekem, nekem alapvetően az a, hogyha témaindítóként felvetetem a magam meggyőződését, hogy Csehország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia vannak a fundamentumok tekintetében borzasztóan hasonló helyzetben, és azokon lehet lemérni azt, hogy bizonyos szakpolitikai döntések, például mondjuk a cselek esetében a szuficites költségvetés, a, a anticiklikus gazdaságpolitika, tehát az, hogy folyamatosan magas devizatartalékot tartanak, nem engedik a költségvetés deficitbe menni, vagy mondjuk a szerbek esetében az a döntés, hogy, hogy belépnek-e az Unióba, vagy nem sikerül -e nekik belépni az Unióba, vagy nem. Szóval, hogy esetében az a döntés, hogy eurót használnak, vagy nem, nem használnak eurót, igazából így lehet lemérni nagyon hasonló helyzetben lévő országok példáján az, az hogy mennyire sikeres, hogy mennyire jó a gazdaságpolitika. A Horvátországot nem tartott velünk hasonló helyzetben lévőnek tekintve a tengerpartját és az ott nyaroló meg turisták számát. Igen, de ti erről mit gondoltok? ez, ez, a, ez a kérdés, hogy behozhatjátok Horvátországot, és gondoljátok, hogy, hogy kint tudjuk mi igazából lemérni, hogy jól futunk-e, vagy nem futunk-e jól. Ez, ez, egy, ez, egy, nagyon nehéz kérdés egyébként, és, és igazából amiket elmondtál, azok mind-mind nagyon igaz és, és jó megalapítások. Tehát valóban egyébként egy nagyobb országon sokkal könnyebb egy cégnek sikeres lenni. Tehát hogyha egy cég el tudja érni a, a, az egy, a potenciális fogyasztóknak az 1%-át, az Lengyelország egy négyszer akkora számít Magyarországon, tehát akkor az négyszer akkora árbevétel, az négyszer akkora, a, a, sőt, hát ugye nyereségbe ország sokkal több, mert a mérethatékonyság miatt a költségei azok nem. Ez ugye a magyar Ezenek... médiapiacon látszik is, csak a beszéljünk. Így van. Tehát, tehát alapvetően az országnak a mérete nagyon-nagyon fontos, és ilyen szempontból én, én teljesen értetek ebbe, hogy azért nem feltétlenül helyes összevetni Magyarországot egy sokkal nagyobb országgal. És nyilván ezt sokszor érezzük egyébként, Amerikában ritkán szoktuk mm. magunkat összevetni legalábbis, ha ez komolyan gondoljuk az összevetést. De valóban ez néha ilyen méreteknél számít, és egyébként pont most a tengerpartnak a a jelentőség az, az brutális módon felértékelődött, hiszen a mostani helyzetben, amikor a gázárakat látjuk, hogy, hogy hát most éppen nem annyira magasak, de azért a mostani ár is jóval magasabb, mint 2010 és 20 között volt bármikor. Tehát, tehát azért a mostani gázár infláció, vagy gázáringadozás, vagy gázár értékek mellett azért az, hogy hogy egy országnak van olyan alternatívája, hogy ő LNG-t, tehát ugye bárhonnan megvásárolt cseffoistott gázt fog importálni, az nagyon felértékelő. és nekünk meg nincsen. Tehát ugye valóban egyébként a, a, a földrajzi helyzet, a földrajzi adósság, adot, adottságok, a földrajzi uh, nyersanyagoknak a megléte, vagy meg nem léte, az egy, az egy nagyon fontos kérdés, és és ez, ez, ez nagyon nehézét teszi azt, hogy értékeljük, hogy egy ország az az hogyan teljesít, és hát valóban vannak olyan ciklusok, vannak olyan uh, részei a, a gazdasági ciklusoknak, vagy a nagy makrogazdasági hullámoknak, amikor bizonyos tényezők, azok nagyon félértékülnek. Most éppen az olaj és a gáz, tehát nyilván egy olyan ország, akinek van olaja, van gáza, ő, ő sokkal jobban teljesít, nem azért, mert jobbot a gazdaságpolitika, vagy jobbot a monetáris politika, egész egyszerűen azért, mert most éppen a gáznak az, az olajnak az ára az, az, az nagyon magas. Ahol meg importra szorulunk, mint ahogy mi is, ott pedig ez egy nagyon, nagyon rossz hír, és ez, és ez gátolja a gazdaságot. Azért, hogy mindezeknek a fényében Magyarország gazdasági növekedése tavaly is jó volt, ugye, ha összevetjük ezt az európai nős átlaggal, és idén is gyakorlatilag még sok ország attól, hogy recesszióba kerül Magyarországon, nem erről beszélünk, nem csak mi magyarok, hanem a mértékadó gazdaságelemző intézmények is azt mondják, hogy Magyarország növekedni fog, még ebben a nehéz, gazdasági helyzetben is. Azt gondolom, hogy ez, hogy ez mindezek fényében, amit te is elmondtál, ez, ez mindenképp egy, egy jó hír. Hosszabb távon szerintem egyébként valószínűleg össze lehet majd vetni minket egy szélesebb körébe is az országoknak, de ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy, hogy rövid távon ez veszélyes, különösen akkor, mikor a világ az nagyon különleges, nagyon más, mint, mint általában, általában szokott lenni, mert akkor néhány tényező, néhány éd, faktor az nagyon el tudja vinni a, a gazdasági növekedésnek a dinamikát, akár pozitív, akár negatív irányba. Szóval akkor te hogy gondolod, Tehát, ha, ha, ha mérleget kell vonni arról, hogy Magyarország a lehetőségeihez képest jól vagy rosszul csinálta a gazdaságpolitikáját, ami a szűkebb szakterületed a, a, az elmúlt mondjuk legyen önkényesen 12-13 évben, akkor egyrészt mit mondanál, igen -e vagy nem -e? másrészt meg tényleg ki az a benchmark, akihez te minket mérsz? Tehát mi, a, mi a te kérdésed a magyar gazdaságpolitikával kapcsolatban? Tehát az, 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 a kérdésed, hogy, hogy miért nem úgy élünk, mint Ausztria, vagy az a kérdés, hogy miért nem úgy élünk, mint Csehország? Uh, nyilván egyébként mind a kettő jó kérdés, hogy bárkihez viszonyíthatjuk magunkat. Egyébként pont Ausztriához képest, erről sokat írtam, hogyha megnézzük azt, hogy a magyar bérek, a magyar GDP az osztrákhoz képest hogyan nagyon-nagyon komoly konvergencia volt az elmúlt uh, 12 évben. Tehát uh, tehát azért uh, azért azt láthatjuk, hogy, uh, és nyilván azért egészen más az adottságai Ausztriának. Uh, ugye én, én még 18 évet leértem a az előző rendszerben, és, és azért egészen, egészen mások voltak az adottságai Ausztriának abban az időszakban is, történel meg is nagyon sok szempontból. Tehát de azért egy olyan ország, akit azért itt leraboltak, a törökök leraboltak, az osztrákok leraboltak, a, a szovjetek, tehát azért nehéz összevetni, nehéz összevetni egy ilyen államot egy egy nyugati országgal, hiszen ennek azért nagyon hosszú távon ható következményei vannak, akár a mentalitásban is. Tehát azért gondoljunk bele, hogy Magyarországon azért Gener, generáció során keresztül az volt az embereknek a, az élménye, hogy hiába dolgozol, hiába jutsz egyről a kettőre, a végén is jön majd valaki, aki lerombolja, lelövíz, el, elveszi, kitelepítenek Magához télyet, csatolja. Magához <laughs> csatolja, tehát, tehát vagy neked kell elhagyni az országot, mert, mert olyan a, a környezet. Tehát azért nem feltétlenül a, ugye az, az, a fajta mentalitás uh, volt, ami Magyarországon uh, nyerő volt, vagy domináns volt, mint ami egy uh, nálunk szerencsisebb uh, környezetben uh, lévő országban. És hát ugye nézzük meg Olaszországot például. Nagyon sokszor látunk uh, családi kastélyok 200 éve, 500 éve ugyanaz a család lakik ott. Ugye Magyarországon nem fogunk ilyen kastélyokat találni. Az Angliában is így van, ott ott pláne 800 éves. Tehát azért, azért az, hogy megvan egy know-how, hogy van egyfajta olyan, akár vállalatok, akik ott vannak már több száz éve, akár mondom, olyan családok, akiknek a gondolkodása az több éve egyébként kiforrott arra, hogy hogyan lehet jól egy közösséget irányítani, igazgatni és, és vezetni, és nálunk pedig ez nincsen meg, ez egy hatalmas hogy hátrány, és ez nagyon nehéz egyébként valóban, amikor vetni egyes mutatók szintjén az országokat, és nyilván összevetjük őket, azért nagyon nehéz erre korrigálni, nagyon nehéz erre, erre, az elemzésüket módosítani. Tehát ilyen szempontból azért, ha Magyarországot nézzük, én azt mondom, hogy ami szerintem nagyon fontos. Nézzük meg, ugye, mert a napnak a végén azért a mikroszinten döntjük el azt, hogy jó irányba halad egy ország, vagy nem, akkor mi az, ami nekünk fontos? Ugye mi az, ami fontos? Egyik fontos tényező nekünk, nagyon fontos tényező az, hogy van-e munkánk, van-e állásunk. Nézzük meg ezt. A magyar foglalkoztatási mutató az egyik legrosszabb volt Európában 2010-ben. Olaszoknál volt csak rosszabb, mint nálunk. Most pedig az átlag fölött vagyunk. Tehát egy jelentős mértékben megnövekedett. Magyarországon gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy aki dolgozni szeretne, az fog találni munkát. Lehet, hogy nem holnap de fog találni munkát, lehet, hogy át kell utazni a szomszédos faluba, vagy egy két város alá, de fog majd találni magának munkát. Ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogyha családok szintjén nézzük az életminőséget, és egyébként ez az egyik nagyon fontos oka annak, amiről beszéltünk, hogy miért csökkent a szegénységben élőknek az aránya. Az embereknek van a munkája. Ugye volt egy olyan logika Magyarországon 2015 hogy segélyekkel támogassuk az embereket, de segélyből soha nem fog valaki úgy élni, mint munkabérből. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ő tényleg jól éljen, akkor munkát kell neki adni, nem pedig segélyekkel támogatni. Tehát ez egy nagyon fontos tényező. A másik fontos tényező, ha már van munkánk, akkor a bérünk hogyan alakul. Ez megint csak nagyon szépen dinamikusan növekedett, különösen 2016 óta egy nagyon dinamikus, növekedő pályán vagyunk. Egyébként ha megnézzük azt, hogy az OECD-nek volt tavaly szeptemberben egy elemzése arról, hogy az összes OECD ország közül melyikben hogyan alakultak a reálbérek, egyetlen országban növekedtek a reálbérek, az Magyarország volt. Tehát, tehát, azért ez is azt mutatja, hogy tehát az infláció a korrigált bérek, tehát jobban növekedtek a bérek, mint az infláció. Az egész évre, mert ez nem volt igaz, de az egész évre is Magyarországon kb. 0%, 0 körül érték volt, és, és az is egy jó mutató volt egyébként összevetésben a többi országhoz képest. Tehát a magyar bérek dinamikusan jól alakulnak, még az árak alakulásához képest is jól alakulnak egyébként. Tehát ez, ez megint csak egy fontos tényező, és azért alapvetően most egy, egy, egy híres német professzor van nálunk az MTC-ben, aki Angliában él, és, és beszélgettünk vele arról, hogy Angliában tényleg, amit Magyarországon sok újságírt lehetett elolvasni, hogy Angliában az embereknek probléma van abban, hogy kifizessék a, a, a közüzemi számlákat, és gyakorlatilag ő ezt megerősítette. Azt mondta, hogy valóban ezt lehet látni, és ha az ember az utcákon sétál, nem a leggazdagabb részein Londonnak, akkor ezt látja az utcán, az emberek arcán, látja az életminőségén, az életkörülményén, hogy valóban ott komoly problémát jelent nekik a magas energiá. Magyarországon azért alapvetően nincs ebben nincs evel szerencsére gondunk, hiszen ami most az egész Európa egyébként probléma a magas energiárak, a lakossági szinten a Magyarországon ezen védve vagyunk. Tehát az életminőség szempontjából az, hogy, hogy nem kell kicentiznünk azt, hogy mennyit költünk a boltba azért, mert egyébként elment a fizetésünk a gázszámlára. Ez egy nagyon fontos nagyon fontos tényezője a jólétnek. Tehát az, hogy ilyen szempontból ezt mi át tudtuk vészelni ilyen jól, mint ahogy Magyarország ezt, ezt megteheti, ez azt gondolom, hogy megint csak egy nagyon fontos indikátor, amit ritkán, ritkán szoktunk nézni, mert ezt alapnak vesszük, mert azt látjuk, hogy igen, ez mindig uh, uh, olcsó volt nálunk az elmúlt uh, nagyjából tíz Nem évben. Nem mondok neked mást. Uh, hát mikor januárban mondta egy ismerősöm, aki, aki Brüsszelben él, hogy, uh, hogy lehet, hogy az infláció alacsonyabb volt, de, de... A hét utolsó napjaiban a szupermarketben nem lehet árut kapni, mert hogy elfogy, és a szupermarket nem hajlandó gyakrabban beszerezni az árut, mert az neki nem éri meg a jelenlegi helyzetbe. Tehát idegenes hiány alakul ki. Pontosan, pontosan. és Én... hasonlók. Tehát így van, így van. És ez ezt nem érezzük csak makogunk a bajánk miatt, de nem látjuk, hogy ott nem lehet kenyeret kapni. vagy pontosan, Lehet, hogy kenyeret igen. pont igen, de más nem. Így van, és azért sokszor az inflációról beszélünk, nyilván az meg senki nem örül. De, de alapvetően azért mindig az a kérdés, hogy az béreink az inflációhoz képest eh, hogyan alakulnak. És hogy mi a másik opció? Vagy mi a másik opció? És mondtad ezt, hogy az infláció az nálunk magasabb, mint, mint Nyugat-Európában, ami igaz, de azért, eh, ugye általában Magyarországon, és ez nagyon fontos, ez mindig egy olyan tévedés, amit az emberek nem, eh, nem közgazdászok ezt nem értik, hogy eh, ha, ha mi el szeretnénk kérni az osztrák életszínvonalat, vagy bármilyen egyik nyugati életszínvonalat, egyféleképpen lehet elérni, gyorsabban kell növekednünk gazdaságnak, gyorsabban kell növekedni a béreknek, gyorsabban kell növekedni. Ha gyorsabban növekednek a bérek, akkor nem csak az én bérem fog gyorsabban növekedni, a fodrász gyorsabban fog növekedni, a fogorvos bére gyorsabban fog növekedni, a bolti eladó bére gyorsabban fog növekedni, ami egyébként nekem infláció. Tehát azért az, hogyha magas az infláció, annak lehet az, az oka, hogy a bérek gyorsan növekednek. És Magyarországon egyébként ez az egyik oka, az inflációnak, hogy bérek is gyorsan növekednek, nyilván én többet fog fizetni a fogorvosnak, többet fog fizetni a, a, a pincérnek. Hát többek kerülnek a szolgáltatások. Többek kerülnek a szolgáltatások, de én is többet keresek. És hogyha ennek az egyenlege a napnak a végén pozitív, és ugye pont erről beszéltünk az OECD elemzésnek kapcsán, vagy akár több mutató kapcsán, hogy alapvetően egyébként pozitív, 16 óta egyértelműen pozitív, akkor ez a konvergencia, ez egyébként megtörténik, és azért Hollandiában például volt -e még, még jóval az infláció megugrása előtt, hogy alacsonyabb volt az infláció, mint Magyarországon, de a bérek, a nominál bérek is csökkentek. Tehát nem az, hogy a bérek jobban növekedtek volna, mint az infláció, mint nálunk, mondom, tehát egyedül... Csökkentek itt, a bérek. Csökkentek a bérek, miközben egyébként volt nálunk infláció is. Tehát alapvetően azért a, a, a magyar gazdaságpolitika, hogyha ezeket a fontos mutatókat nézzük, a foglalkoztatottak számát, vagy akár a munkanélküliek számát, ugye a másik oldal az életnek, a béreknek az alakulását reálértéken, értéken, akkor ezek mind jó képet mutatnak, és vagy a szegénységi mutatók, nagyon fontos, ezek mind jó képet mutatnak, és a makroszámok is jó képet mutatnak, hiszen beszéltünk arról, hogy nálunk az elmúlt tíz évben csökkent a GDP arányos adósság, az átlagos Európai Uniós országban nem ez történik. Rengeteg országban brutális mértékben, nem csak románoknál, rengeteg Európai Uniós országban brutális mértékben ne. megugrott, és az Európai Bizottságnak volt egy elemzése arról, hogy szerinte egyébként nagyon sok ország kvázi adósság csapdában van, tehát azok az adósság szintek, amik, amik nem tudja visszafizetni. Pontosan. Tehát, a... olaszok a 140, vagy már olaszok, az a 140, 200 fölött van, Örögök, 250 van, de ugye gyakorlatilag minden déli államban nagyon magas, de egyébként nagyon sok fejlett nyugati országban is egyébként ezek magas mutatók, tehát, tehát megvan a komoly esélye annak, legalábbis, hogyha Ugyanebben a, ugyanezen a vágányon haladnak tovább a gazdaságok, mint a múltban, hogy ezen a vágányon nem tudják majd visszafizetni az adósságaikat. Ami mit jelent? Nyilván, hogy mi egy fenntartó pályán vagyunk, nekünk nem kell megszorítani a gazdaságot, de azok az országokban, <laughs> vagy egyik ország az államcső, de más opció, hogy megszorításra lesz majd nekik szükségük, ami még tovább csökkenti egyébként az ő előnyüket, ahol előny van, ahol csökkenti a az A Megszorítás előnyüket. az Oroszország. Politikai instabilitás, kormányváltás, izés, ezek. Így van. Szóval. Tehát ahol, ahol előnyben vannak, ott, ott az előny az még tovább fog csökkenni, eddig is csökken, de még tovább fog csökkenni. Ahol meg hátrányban vannak, és Románia is, egyébként Horvátország is ilyen, tehát Horvátországot is lehetjük Szlovákiát, Görögország, Portugália. De ugye, aki meg hátrányban van Magyarországhoz képest, ott meg a hátrányok, a lemaradásuk fog növekedni. Utolsó kérdésem a legesleg végére, mert nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk vele, mert enyves kezeink közé került, és, és, és egyébként is Magyarország inflációs parában él azért legalább a, a tavalyi év második fél éve óta, a, még mindig Európa rekorder a magyar infláció, vagy egy EU rekorder, Törökország ebben a tekintetben tesz nekünk egy szívességet. A, mi az oka annak, hogy 25%- 000 fölött van még mindig az infláció? Ez egy magasan ragadt infláció, fundamentális hatások miatt va kialakult valamiféle spirál, vagy pedig egyszerűen bázis hatás úr köszönt be az életünkbe, és, 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 és azért magas az infláció most, mert a tavalyi év első fél évben alacsony volt. Egyébként egy félkészítés: Törökország, igen, ott, ott nagyon magas, ők egy elég speciális monetáris politikát követnek, mert ugye minden tankönyv azt mondja, hogy ha magas az infláció, emeljünk kamatot, vagy próbáljuk ugye kicsit ugye megszorítani a gazdaságot. nekik az a stratégiájuk, hogy ha magas az infláció, csökkentjük a kamatokat. Eddig ez nem jött be hogy mondjam, a világ közgazdászai azok érdeklődve figyelik az eseményeket, de körülbelül egy ember van a világon, aki azt gondolja, hogy ez egy jó stratégia. És uh, ő nevezik ki egyben kell. És ő nevezik ki De, 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 egyébként azért, hogy, hogy is kép, azért Ukrajnában és Moldovában is magasabb az infláció, mint Magyarországon. Nem azt mondom, hogy feltétlenül ez az a, a, a körre az országot, ahova szeretnénk tartani, de azért az igazság jegyében ezt ki kell mondani. Viszont azért még tegyünk hozzá ehhez két dolgot. Az egyik, ami nagyon fontos, az, az hogy hogy mi az oka ennek, a, vagy honnan származik ez a magas infláció. És alapvetően három, tehát ha megnézzük azt, hogy csoportonként inflációs alkategóriákat hol van, ahol, ahol jelentősen emelkedtek az árak, akkor három terület van ilyen. Az egyik az élelmiszer. Az élelmiszernél ugye mi ennek az oka? Brutális asztály volt tavaly. Tehát, tehát, ha megnézzük azt, hogy, hogy mennyire csapadékmentes volt a, a, az időszak, akkor gyakorlatilag a tavalyi évben minden egyes hónap külön-külön extrém rossz volt. Tehát nem, az, nem, arról van szó, hogy volt egy rossz hónap, minden egyes hónap extrém, extrém, rossz volt. Azért ilyet nem várunk, hogy még egyszer bekövetkezzen. Most egyébként én csak idén többször álltam már esernyővel együtt, tehát, tehát, azért most már sokkal jobb az évnek a kezdete, tehát azt gondolom, hogy az élelmiszerek szempont, és lát, lehet is látni egyébként, ami nagyon jó hír szerintem, ha megnézzük azokat az élelmiszereket, amiknek leginkább emelkedett az ára éves alapon. A tejtermékek, tej, sajt, péksütemények, ezeknek az utóbbi hónapokban már csökken, tehát lefelé megy az ára. Tehát valóban most már azt látjuk, hogy az élelmiszereknél valóban volt egy ugrás a brutális asszály miatt, és hát ugye nem utolsó sorban egyébként azért, mert mi közel vagyunk Ukrajnához, amit korábban Ukrajnában vásároltuk, nem tudott kikerülni Ukrajnából, tehát ugye az, az hi abból hiány volt. Oroszországból nem vásároltunk ugye a, 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 szankciók miatt, tehát azért minket ez, mivel mi közel vagyunk mind a két országhoz, ez, ez jelentősen érintett. A asszály és a háború együtt az, az, az nagyon komoly hiány, nagyon komoly áramlkedést okozott. Ugye most már az asszály helyett inkább azt látjuk, hogy kedvező az időjárás. Ugye most már Ukrajnából nem az a gond, hogy nem jön a gabona, hanem pont az a gond, hogy túl sok gabona jön. Tehát ez már a, az árak szemszögében egy egészen más dinamikát jelent, mint amit uh, tavaly tapasztalhattunk. Tehát azt gondolom, az élelmiszer áraknál egész évre én deflációt várok. Tehát azt várom, hogy idén év végén, decemberben olcsóbb lesz átlagosan az élelmiszer, nem mindegyik külön-külön, de átlagosan az élelmiszer árak alacsonyabbak lesznek, mint tavaly decemberben voltak. Tehát ez már az inflációt jelentősen fogja segíteni. A másik két tényező, ami az inflációt fölhajtotta, az egyik az az üzemanyagárak. Tehát az árak, azok magasabbak most, mint egy évvel korábban voltak. De nem azért magasabbak most, mint egy évvel korábban, mert, mert most nagyon drága lenne a benzin Magyarországon szemben Romániával, vagy vagy szemben a környező országokkal. ahol még drágább? Így van, hanem azért magas az infláció, tehát a változásnak az értéke, mert tavaly ilyenkor még benzinástok volt. Tehát Magyarországot extrém olcsón kaptuk a benzint az európai országokhoz képest. Tehát igazából az inflációs mutató most becsap minket, az üzemanyagárak tekintetében, hiszen nem, az, nem arról van szó, hogy most nagyon drága lenne nekünk az üzemanyag, arról van szó, hogy gyakorlatilag egy éven keresztül mi roppant olcsón kaptuk az üzemanyagot, ez egy támogatás, tehát ez családi szinten egy 100 ezer forintos nagyságrendű támogatás volt, több pénz maradt a családi kasszákban. Tehát nem arról van szó, hogy most rossz lenne a helyzet, arról van szó, hogy egy éven keresztül nagyon-nagyon jó volt a, a, helyzet, és egyébként most sincsenek egyébként extrém magas üzemanyagárak szerencsére. A harmadik, ahol magas az infláció, az pedig a, az pedig a lakossági rezsi költségek, amik, amiknél azért azt vegyük bele a képbe, hogy a lakosságnak a nagy része, tehát a túlnyomó többsége mindára, mindkár szemmúltjából, aki az átlag alatt fogyaszt, neki a infláció ilyen szempont 0% volt. Tehát ő pontosan ugyanannyi árat fizet, fizet forintba most, gázra is, meg villanyra is, mint amit egy évvel korábban fizetett. Tehát neki a, az áramár infláció, a gázerinfláció infláció az 0%. Az nem annyi, amennyi egyébként 40-50 körül van a, a, az országos átlag, neki nem 40-50 neki 0 százalék. Tehát pontos azok a családok egyébként, és ez nagyon fontos megint csak a szegénység szempontjából, de pontos azok a családok, akik, akik nem keresnek olyan jól, Valószínűleg ők nem fogyasztanak túl sokat gázból, nem fogyasztanak túl sokat áramból. Nekik a gáz és áram már infláció nulla volt. Az élelmiszerárak növekedtek nekik, de, de valószínűleg ők ki, ki fogják használni egyébként az élelmiszerárak stoppot. Tehát ők megveszik, nagyobb súlyjal fog szerepelni az ő kosarukban. Az a pár élelmiszer, aminek az ára az, az egyébként nagyon versenyképes, nagyon alacsony, tehát ők kevésbé érzik az élelmiszeren növekedést is, és mellette valószínűleg ők nem kocsival közlekednek, tehát a benzinár növekedést se fogják érzékelni. Tehát az általuk érzékelt infláció az messze nem 25 Az messze nem 25 tehát pont a leginkább rászorulók részére az általuk érzékelt infláció szerintem 10 környékén van. Nyilván nehéz ezt megbecsülni, de, de ha összerakjuk a számokat, amikről beszéltem, akkor, akkor egy ilyen szám, egy ilyen érték eh, fog valószínűleg kijönni. Miközben ugye a minimálbér emelése, meg a garantált bérminimum emelése, tehát pont azok a az intézkedések az ám részéről, akik a leginkább rászorulók, a legkevésbé jól keresőknek a fizetéseit befolyásolják, az ennél jóval magasabb volt. Tehát, hogy valószínűleg a leginkább rászorultáknál a bérnövekedés az meghaladta az ő általuk érzékelt inflációt, tehát ők kvázi jobb anyagi helyzetben vannak, kevésbé rászorulok most, mint egy évvel korábban. És nyilván vannak ilyen informatikusok, vagy nagyon gazdag cégvezetők, akik mint a medencét is továbbra is fűtötték, és gázal fűtötték, ellenére a, a nagyon magas áratnak, akik, akik érzékelték azt, hogy nagyon felmentek a rezsiköltségek, de ők meg maguknak. Lehet, hogy az ő életminőségük nem növekedett, de nem is biztos az, hogy annyira kellene őket sajnálni. Valószínűleg ők, nekik ez egy döntés is volt, hogy nem döntöttek úgy, hogy most nem fogják használni a medencéjüket, vagy nem fogják kifűteni az egész, egész a hanem, hanem úgy döntöttek, hogy mégiscsak ezt most meg tudják maguknak engedni. Ez az egyik nagyon fontos tényező, hogy most azért az átlagos inflációs mutató az becsap minket, mert az a családoknak egy nagyon nagy része ennél sokkal kisebb inflációs mutatót érzékel, és pont azok szerencsére egyébként, pont azok érzékelnek egy kisebb mutatót, akiknél ez egy fontos szempont, akiknek ez egy fontos, hogy mennyire növekednek az árak. A másik egyébként, ami szerintem ilyen szempontból lényeges, az az, hogyha megnézzük most az infláció értékét, mondhat, tehát lehetne egy olyan értelmezése a, a, mostani képnek, hogy, hogy beregadt az infláció 25 on Mert ugye januárban 25 körül volt, február 25 körül volt, márciusban 25 körül volt. De nem hogy beragadt. Ez egy pszichológiai hatás, vagy, vagy mi, mi hogy... Na, és Óvatosan, mert lassan neked zárunk a igen, 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 akkor nagyon gyorsan mondom, <coughs> tehát ugye alapvetően valamennyit csökkent, kb. 25 környék van. Na de azért miről van szó? Két nagy ugrás volt az infláció, ugye az elmúlt 12 hónapban. Volt egy nagy ugrás szeptemberben, ugye pont a rezsi megváltoztatása miatt, és volt egy nagy ugrás decemberben az üzemanyagárnak, a az üzemanyagár topnak a kivezetése miatt. Ugye most már az üzemanyagárak azok csökkennek, ahogy beszéltünk erről, a, a, a rezsi áraknál pedig egyszer volt megváltoztatva a rendszer, de hogyha nem lesz ez még egyszer megváltoztatva, akkor, akkor gyakorlatilag 0% inflációt gondolnánk ebből következően, de nem is nulla lesz egyébként, hanem negatív lesz. Miért? Mert aki az átlag fölött fogyaszt, általában próbálja csökkenteni a fogyasztását, próbál alternatív módon fűteni, alternatív módon használni, vagy kevesebb energiát használni. Ezért már egyébként, ha a havi számokat nézzük, akkor az energia ár az gyakorlatilag csökken, pontosan azért, mert a fogyasztók tudatosan csökkentik az átlag feletti fogyasztásukat. Tehát egyébként, és a ha havi adatokat nézzük, nem éves adatot nézzük, amit ez a szeptember és december érték megugrasztott, hanem a havi adatot nézzük, az már a havi infláció az már februárban és márciusban is 0,8% pont volt. Tehát ha ezt kivezetjük egy egész évre, az már egy 10 alatt infláció. Tehát már a legfrissebb mutatóink, azok már egyébként mutatják azt, hogy a magyar inflációs mutató az messze nem annyi, mint ami a, a fejünkben van, csak mikor mi éves mutatót nézzünk, abban benne van még ez a két nagy ugrás, ugye a szeptemberi-decemberi, amik egyszeri ugrások voltak, ezek nem fognak megismétlődni a jövőben, sőt a az üzemanyagárnál inkább egy negatív tendenciát várhatunk, és ezeknek a következtében az éves szinten az infláció az gyakorlatilag garantálható, hogy egyszemjegyű lesz, és már most mondom a leggyorsabb, a legaktuálisabb a havi mutatók, azok már pontosan ezt a képet mutatják. Ezekkel a szép és biztató szavakkal tesszük ki a pontot a műsor végére. Hálásak köszönjük Sebes Gézának, hogy ha a jól megyen érzésben nem is került vissza a gondolkodásunk a magyar a gazdaság helyzetéről, de a rosszul megyen érzés szerintem legalábbis árnyalódott. Köszönöm szépen és az értő és jövő héten pedig már Kacsó Dániel vezetésével jelentkezünk, és egy kiváló vendéggel ismét. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és szép hetet kívánunk, addig is olvasanak Mandinert viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.